Szavaztok, gyerek! Szavaztok! Itt vagyunk egy új videóban, amiben megint csak hoztam Emily Packet, méghozzá 9-es menü. Ez ilyen marhás kaja lesz, úgyhogy ha az előzőt nem láttátok volna, akkor nézzétek meg a leírásban. Hát szerintem bontjuk ki. Ne is szórakozunk vele olyan túl sokat. Elvattad volna a kezedet. Hogy combom vagy beleszúrva. Úgyhogy végighúztam volna. Nem baj, Isten nyomokat is. Ezt... Tud... Vesén vágom bele magam. Na hát ez szokásos ilyen egyberészes csomag. Ó, már is a marhás főételünk van legfölül. Köszönöm. Az nem kell. Na nézzük, miben élünk. Ne, ugye szokásos melegítős tudsz. Vízünk van itt előtt? Az nincs, te jól van. Kelleni fog, az nem jó. Akkor egy fél pillanat. Pillanat. Szőlő zselé. Meghoztuk a... Na, itt a termékekkel. Ó! Az mi? Tabasco szósz. Az jó lesz. Ami majd a kajához fog kelleni. Elég jó lesz. A sajt szerintem. Van itt nekünk ilyen... Hát most nem tudom hirtelen nyilván, hogy ez igazából mi. Majd mindjárt ugye kiderítjük. Meg van ebben ilyen puhás, ilyen nem tudom, ilyen sütiféle. Van itt nekünk mogyoró vajunk. Nutella. Sós mogyoró. Vaj, ez nagyon finom különben. Skittles. Édesség. Ez is benne volt a csomagban. A kamu elvendez. Ja. Az olyan, mint a hús lenne. Igen. Ez meg ilyen vaníliás süti féle, ilyen párna féle. Ja, itt a szokásos kis cuccok, ugye. Kávétól kezdve cukorig, gyufa, rágó, papírtörlő, minden. Jó. Ja, ugye, megint egy barna kanál. Már annyi van ebből nekem, mint a pusztulat. Jó lesz nekem akkor. Ugye, itt van egy ilyen főzőtasak, meg itt van ez. És abból kell ugye beletenni. Na, ezt akkor azt mondja, hogy itt letépjük. Mondom, letépjük. Igen. Köszönöm szépen. Van kés is. Már le van tépve, jó van. Das ist víz. Kizárólag a vonalit kell önteni. És elvileg ebbe kell beletenni a kaját. Nem mellé, hanem ebbe. Hát az érdekes lesz. A magyaró vajat is melegítsük meg? Nem. Legyen könnyebb úgy? Lehet. Mennyi víz van most ebben? Aha. Jó van, bőven elég is volt. Nagy magadra nincs edd. Kell neki idő, míg bemelegszik ugye. Ez a kis cucc. Akkor ugye... Kell ez, amit... Abban nem is rakjuk mellé, szerintem, hogy így bele nem rakjuk, mert akkor tiszta víz lesz meg ilyenek. Majd mellé csomagoljuk valahogy. Jó lesz. Meg kell ugye a főtétel, ami nem akár mennyi. Basszus, azért ez jó tele van. Mhm. Uh-huh. Ah, igen. És ezt most ki fogjuk deríteni, hogy most egyáltalán nem elbasszuk el a port. Mert volt már rá példa, hogy hát... Hogy elbasztad? Igen, otthon volt, mert hát 5 csomag volt, de még párat mennyasszonyommal is próbálgattunk, és úgy szépen egyik másikat elkúrtam. Jó. És akkor melegedett föl tökre, amikor már nem volt benne cucc, úgyhogy érdekes buli volt, mondjuk úgy. Jó az.
Igen, nagyon jó volt. Szerettem. Olyan totál forró volt utána, hogy azt se tudtam, hogy hogyan nyúljak hozzá. Meg fönn a necsekbe az első videónál. És amikor olyan forró lett. Miért? Az jó. Persze, nagyon jó volt, tényleg. És most ebbe az arra ezt beleküzdjük. Mondom, beleküzdjük. Vagy csak nem meleg. Ez meleg. Ez melegszik. Hallod? Uh-huh. És ezzel már kijött a víz. Nem volt jó. Ez kellemes volt. Legalább hideg. Kösz. Várjál, mert ez ki fog így jönni. Ah, oh, de meleg. Akkor annyit. Az meg ez totál forró. És az a baj, már jön is ki belőle, szerintem a víz is. Az úgy jó. Ó, oh, baszki. Nem áll. Ez a szar. Kis szerencsétlenkedések. Bocs. Mindig van ilyen, ha rajtunk múlik. Aha, és ebben hogyan? Köszi. Az egy komoly. Nem tudom. Á, Istenem! Na jó, megoldjuk. Valahogy akkor is ide erőszakoljuk a kaját ide mellé. Csak raktam, azt nem tudom. Oda. Mi van? Na itt van. Á, Istenem! Jó van, gyerekek! Ez majd ilyen videó lesz. A szerencsétlenkedés, meg ilyenek. Úgy se láthatok. Aha! Mhm. Tesegám. Hűha. Jó lesz. Főzés videó. Ja. Még úgyse volt látható ezen a csatornán. Vagy hát a turniszki hívás az semmi volt ehhez képest. Még kigyulladna a szakja. Hogy így az egész izé. Minden. Az a röhögnék volt. Te közel lángolni. Köszi lenne. Majd te jával leöntöm. Persze! Nyilván. Igen. És ezt meg így valahogy ráerőszakoljuk. Így. Jó van. És így kiszedjük a levegőt. De nem gáz. Ó, ha milyen kémiai szaga van. Igen. Ó, mit van kémiai szaga volt? Igen, amúgy. Ilyen nátrium koloridos. Azaz. Ez a kémiai óra. Mm? Kémiai óra. Mikor tanár próbálja úgymond ébren tartani az embereket. Kiderül, hogy utána még majdnem megsemmisül az egész terem. Hány jelen voltam. Összekevert mindenfélét, de a tanár se tudta, hogy mit kever össze, és akkor így jött ki az üvegből. Jó, hát a kajánk az így melegszik szépen. Itt van egy ilyenünk, hogy szőlő zselé. Szőlő zselé. Aha. És azt is össze kell keverni. Ez viszont citrom és lime ízű italpor. Ott van citrom és lány. Abban szerintem jó is lesz. Meglátjuk. Ja. Pogy! Na. Van vízünk, úgyhogy most szerintem addig, amíg a kaja az készül, addig ezt a citrom és lájmos port, ezt megnézzük, hogy mit tud. Bekeverjük jó klóros vízbe. Igen, igen. De jó, tipikus paneles víz. Így van. Ah. Nem szorjuk érni magunkat. Csahunkat, csak a társunkat. Így van. Oh. Megpróbáljuk majd valahogy belejátszani. Nem rossz. Mm. Van benne azért por, tehát azért úgy
Ezzel kell játszani, hogy az egész belemegyen nem elé. Kicsit olyan volt a szörnyet, hogy egy ilyenak. Amúgy igen. Majd látták sőszer. Tényleg teljesen a lémet. De a színe is olyan. Júj! Ki tudja, mi lesz itt? Reméljük, ezt most nem vizezzük túl, mint a narancslevet az első videóban. Ki tudja. Bár amúgy utána, gasszonyat csináltunk ugyanolyan csomagot, kinyitottunk, abban is ugyanúgy narancslé volt, és azt én bekevertem egy fél literes üvegbe, és jó volt. A színe az mondjuk hiteles. Uh-huh. Az mondjuk igaz. Hát most a technikai fényeket azért DJ színek vannak, úgyhogy... Jó az. Hirdetni kell a csatornát is, DJ oldalát. Így van, póló is. Na, meg a póló is, igen, ha már még az enyém nem az. Te is nincs lesz. Hát, hogy nekem is lesz ilyen. Ó, de jó illata van, basszus. Tudod, mire hasonlít? Mint ez a... Aj, melyik ilyen gyógyszer ilyen. Na. Van ilyen citromos gyógyszer, ACC, talán. Uh-huh. Annak van kb. Ilyen. Kicsit vizes ízű. Mm. Citromos. Hmm. Ja, mondjuk kicsit, tényleg sok benne meg ilyen víz, de összességében jó, szerintem. Ezek nagyon is jók. Erre leszek viszont kíváncsi, hogy ez mennyire fog megint csípni. Mert ugyanilyet mi kaptunk asszonnyal a Zéba is, a... ilyen csilisbabos kajába is, uh-huh. És ugyanezt megettük, ezt a kis mennyiséget beleraktuk, és olyan csípős volt a kaja, hogy asszonnyal bírta enni. Ám baj, nem csíp, akkor teszünk az erősistát. Ja. Viszont szerintem a kaját azt már megnézhetjük, mert ha jól emlékszem, akkor nem kell neki már túl sok, viszont ez jó forró lesz most. Majd nem lesz fújva akkor. Ja, nem lesz fújva akkor. Meg most vizes, ugye? Az legyek lesz. Hozzá krumplit, legyen vizes. Vagy rizst, az felszívja. Az az. Az acskóhoz. Így van. Gyere ki! Gyere ki! Mit vagyok amúgy gyerekek, csak... Ennyire forró? Csak küzdök vele, hogy kivegyem. Nem, csak totál forró. Csak küzdök vele, hogy valahogy... Segítsek. Aha, most már kijön. Aha. Azért látszik, hogy mennyire lett vizes. Aha. Ha. Jó. Egyik. És van még benne egy áldozatunk. Kiszedjem. Aha. Kiszedem. Az a kémiai szag. Gázallagcot várj ide az. Tényleg ide az. Itt vagyunk, gyerekek. Ezt át is nyújtom a Lacinak, hogy ezt az utolsó egy darabot, ami ott van benne, ez a magyar rovaj, ezt szedje ki. Ugye? Csak ügyázz el, mert még nagyon meleg. Nem tudom, mert az a melegtársak. Na, a fejéret fognak, mert az tényleg forró. Nem azt! Nem azt te! Ez nagyon forró. Ugye ezt tényleg meg fogod égetni vele magad. Várjál. Igen, gyerekek, ez a fehér, ez a kémiai tesekpor, ugye? Ez így néz ki. Ó, király. Van benne víz? De kérlek, igen.
ki kéne önteni, és akkor úgy el lehet dobni, vagy faszom. Majd mindjárt kijön ki. Jó, oké. Okay. Nagyon jó. Na, itt vagyunk. Itt vagyunk. Fú. Na, kanalasz van. Jó, király. Elettem a gázzalarcot. Jó, elett a gázzalarcot. Na most, ha nincsenek kémiai vegyület szavuk. Igen, most már elmúltak. Hát igazából fele hideg, fele meleg még ennek a kajának, de próbálom most így összerázni, hogy ahova esetleg a forró része még eljut. De bírom, kiszakad az egész. Kösz. Igazán kedves. Dobjuk be a mikróba? Nem kell, minek. Persze, hogy a 20. alkalmából mi, és akkor itt a videót így állítunk össze. Így van. Persze, hogy gyújtóval még így melegítenénk alá. Amúgy arra gondoltam, várjál. Ne csak, hogy ne csak így kiszakadna az alja. Ne, oké. Persze! Maradsz! Ú, de jó illata van amúgy. Aha. Tetszetős. Ó, az igen. Most nem kell. Ez ilyen jó, ilyen tésztás, vagy én nem tudom. Nem tudom, mennyire látszik itt gyerekek, de... Ki ne folyja ember. Nem fog. Hát így... Ilyen. Ilyen. Hát kinek mi gyerekek, hát most... Na nézzük. Ez van benne ilyen marahús darabok. Minden. Na nézzük. Igen, pörkölcsőség az. Ezek a jó nagy marha hús kockák. Úgy langyot. De most viszont megnézzük ezt a kaját. Úgyhogy ugye mutattam nektek gyerekek, hogy kaptunk egy ilyet is a kis csomagban, egy ilyen kis tabaszkó szószt. Ezt beleküldjük. Jó. Már ha kibírnám nyitni. Igen. Ja, nem ott érdemel. Ez egy családban lehet videó. Így van, főleg a gázalarccal. Ja, főleg azzal, igen. Igen, igen, főleg azzal. Nem is tudom, mire lehetett volna mondani, hogy mire készülünk itt, nem. Érdekes fény, viszont nők. Gázalarc. Ha megvédem. Ne, semmi rosszra. Hát gyerekek, ne gondoljatok semmi rosszra. Nem gondolunk mi se. Mi nem is csinálunk semmi rosszat általában. Ne. Soha. Soha. De. 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 Nem. Nem szabad. Ne. Aha. Na, ha ettől nem lesz erős. Akkor beleküldjük az erős paprikákat előttük. Az összeset bele. Amúgy igen, az lesz. Szépen elkeverni. Azért mennyi van mi ebbe? Rázd bele! Kösz! Rázzam bele! Mármint ezt, nem állt! Abba nem mennél! És én sem!
Akkor biztos, hogy nem. Ugye, igen. De 20-dik az neki nagyon betett. Ja. Pedig meg nem is ittam. Nem ittunk. Még. Még nem, majd videó után. Talán. Ja, majd azt a két hónapjas Jägermeistert meg kiveszik a hűt a szekény aljából. Így van, ami már eléggé meleg. Eléggé meleg. Is. Is. Poros. Is. Is. Igen. Nem baj, hogy már lejárt a szavja. Nem baj. Annak soha. Na, annak soha. Mhm. Uh-huh. Van bukéja. Mhm. Uh-huh. Ha ez most nem fog csípni, na, akkor semmi. Mhm. Uh-huh. Nem csíp, csak úgy érzed. Mhm. Uh-huh. Úgy érzem. Oh. Ez nem hazudik. Ez jó. Csíp azért mi? Hm. Hm. Mhm. Most igen. Már igen. Ez jó dolog. Hova? Mm. De csípő se jobb. Mhm. Srácok, hogyha esetleg akartok ilyen emlépeket rendelni, akkor ajánlom nektek a Facebookon a Marketplace-t, aminél a keresőbe ugye be tudjátok írni, hogy emlépek csomag. Kiad rengeteget. Ugye magánszemélyes, Facebookon legalábbis. De van az Elite Cord nevű úgymond ilyen weboldal, katonai weboldal, ahonnan ugyanezeket meg tudjátok rendelni. 24 féle csomagból áll ez a az egész. Ez az ügy jó volt. Jó volt, csak kevés van ebben. Azért még egy Burger King-et be kell tolni. Ja. Na, az igen. Mivel kezdjünk? Majd mivel folytassuk, jobban mondva. Egy kis csípős után. Nézzük meg ezt a vaníliás, vagy ezt a kis akármit. Uh-huh. Ugye ez mi? Ugye ez mi ez? Vajon? Ja. Vajon ez mi ez? Ez hogy oh, nakka kenyér. Méghozzá egy darab. Ilyen nagyobb. Jó, ezt akkor szerintem elfelezzük, és erre tesszük rá azt a szőlőgyemet. Jó van. Ó, nem is kellett ez kés. Fogd meg. Ezt ide rakjuk. Das ist the szőlőgyem. Nyers tészta szaga van. Aha, de nagyon jó különben. Láttam egy ilyet. Azt mondja, na, mi ettünk ilyet. Neki nagyon bejött. Oh. Szökik a málda. Igen, szökik a málda. És mennyire jó intenzív szőlő illata van amúgy. Mert meg nem érzem.
Csak a tésztát érzem. Tiszta vagy, vannak ilyen szalonda darabkák. Ja, mint a péklepénybe. Így van. Hú, az milyen jó különben. Szalonnás fokhagymás péklepény. Hoppá! Milyen jó. Ezt tudod, mivel lenne jó? Ezt minden nap vajasan enném. Én fokhagymáson. Baj. Ez jó. Ez jó tud. Én kellemes édes. Így magába. Szövődjömet. Gyere már ki! Nekem nagyon bejön. Ja, meg srácok, lányok, hogyha ugye pécsiek vagytok, vagy éppen akárhol, akkor nálunk itt ugye Pécsen az Árkádban van az alsó szinten, aki ugye pécsi, azt tudja, a Talkshop ilyen telefonos üzlet, ahol hát ilyen kis szigetnek van ugye felállítva. Ő hozzájuk bármikor tudtok menni, mert nagyon jók a telefontokok, bőválaszték van, és nagyon jó a kínálat, és kedvesek az eladók is. Úgyhogy beteszünk majd a linket a weboldalukhoz. Vagy a weboldaluk linkjét. Na, letesszük a leírásba, igen. Hú, ez valahogy ez a mai nap, ez a péntek, ez nem jön össze. Nem itt a leleket. Na, nézzük a következőt inkább. Mint az mi? Ó, az valami olyan, hogy agyon cukrozott akármi. Ne edd meg ezt, legalábbis ami rajta van. El is jönne végre, a matrica is rajta maradt. Ja, hát ez a vaníliás pudingos akármi, tehát ez egy ilyen. Suti. Ja, gyakorlatilag. Hát igazából ennek a tésztának van csak ilyen vanília illata, de nagyon. Nézzük. És ezt viszont én szerintem magyarul vajra megkóstolom. Jó. Lehet, hogy én is teszek rá. Bár lehet, hogy a málnát kellett volna erre, és a magyarul vajat meg azzal lenni. Minden. Egy helyre megy így is. Így van. Kíváncsi vagyok, hogy ez neked mennyire fog ízleni, ez a magyaróvaj, mert ez nekem múltkor nagyon bejött. Főleg amikor a múltkori csomagban volt még külön sajt is. Na, csekem. Nem, amit én asszonyan próbáltam ki, ahhoz is volt. Ja. És sós, magyarós. De magyaró darab is van, vagy mi? Ja, úgy tudom. Legalábbis a milyen képe volt, amit mi ettünk asszonyja. Jó tömör.
Az látszik a te. Gyere már ki. És milyen jó tömény mogyoró illata van. Ez ami nagyon jó. Az jó. Az íze milyen? Jó, nem? Ez jó tömény mogyoró. Nem is ez a Nutellának mondható, hanem ez a zekte mogyoróvaj. Most szedted volna és elolvasztottak volna. Ja. Csak sokat tény. Nem nyílik. Nem ugyan akar, nagyon jó, hogy én akarom. Várd le, holló van. De most már. De ez jó különben. Jó íze van, ez az intenzív ilyen kis sós íz. Kis magyarod tesz a vége. Ha esetleg gyerekek érdekel egy ilyen tartalmú videók, akkor esetleg a mi csatornánkon, akkor írjátok meg a leírásba, a kommentbe, hogy mikor várnátok egy következő részt, mert van még igazából egyetlen egy csomagunk. Jó, király. De akár tudunk is még szerezni, hogyha nagyon kell esetleg. De mondom, ti is nyugodtan az elitkordosoktól tudtok rendelni akármilyet, 24 féle csomagban van. Mi kipróbáltunk 5 féle csomagot, igazából hát Lacival most ez a második, de szerintem őnek is ugyanaz a véleménye, mint nekem, hogy ez egy kellemes csalódás volt. Nagyon jó. De tényleg ugye mindenki azt kérdezte már ugye sok ilyen youtubertől is, akik ugye Kovács Zsoltinál, ugye, mert őnála hallottuk ezt az egészet, meg őnála lehet látni ugye többféle amerikai, meg názás, meg orosz, meg egyéb ilyen katonai csomagot. És őt nála ugye mindig fölmerült az, hogy kérdezték sokan a kommentekben, hogy ez tényleg jó, nagyon finom, biztos, hogy jó ez, meg ilyenek, és tényleg jó. Ha nem lenne jó gyerekek, akkor mi se ennénk. De hogy nem csak azért. Na, ja, csak azért is. Csak azért ezt kell járni, csak a gyomrokat. Ez amúgy egy egész napi adag a katonának. És ha még éhes lesz? Még tudom én. Lágy egy vaddisznót, vagy kergeti, mint Obelix a vaddisznót. Megetik egy őzet. Hogy megiszik 30 karton monstert. Van még valami? Igazából csak ez a skitőz, de ezt már tudjuk. Még gyerekek, ez az egy maradt, de ezen semmi más íz nincs.
Nézetre ugyanolyan, mint a M&M's, belül is ugyanaz, úgyhogy ez egy, ami most megmaradt. De nem csak van benne, elvileg, hanem gumicukor. Igen. De nem ugyanolyanak. Hát jó, csak ugyanúgy vannak megcsinálva. Csak a színük ugyanolyan. Hát igen, meg hogy mindegyike rajta van az S betű, mint az M&M's-en az M betű. Uh-huh. 200 kalória, ez az egész csomag. Könnyű fej. Hagyniszatban cukor. Hát. Fejjegyet azt annyira nem írja. Akkor nincs benne. Ebben nincsen fehérje. Jót akartam magatoknak ilyen, ne vegyetek. Meg hát ugye megint ez a kis csomag maradt, amit már láttatok már több videóban, amit kibontottunk. Több hát az előtti videóban, legelső csomag bontós videóban kibontottuk és átfiltattuk, hogy ezzel benne mi van. Rágó, gyufor, ja. Kávé. Só, instant kávék, amit most nem keverünk be. Gyufa. Ki tudja minek? Cukor, két rágó, meg egyebek. Na, a gyerekek, úgyhogy hát köszi szépen a figyelmet. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. Fog érkezni egy külön csatorna, amit én fogok vezetni. De abban is ugye fog szerepelni a Laci is. És ugye nyomjuk tovább ezt is, nem fogunk megállni, nem fogunk szétmenni, attól még ne ijedjetek meg, nem azért indítok el én is egy saját csatornát, hogy esetleg bármi valami olyan lenne, hogy mi szétmennénk, nem fogunk. Nekünk is ez egy elég nagy rossz döntés lenne, meg hát a csatornának is. Ja, úgyhogy ha tényleg tetszett ez a videó, meg az ilyen tartalmakra kíváncsiak vagytok, akkor jöhet a like, meg minden, meg a komment szekcióba. Mindenféle kérdés, meghallgatjuk, és tervezünk a következő videóban egy ilyen kérdezfeleleket csinálni. Majd lehet, hogy így videó formájában megválaszoljuk a kérdéseket, úgyhogy az is, hogyha gondoljátok, akkor bármilyen kérdést fel tudtok tenni, és akkor valamelyik videó alatt, amelyiket éppen nézitek, nyomjátok alá, és válaszolunk a következő videóba, úgyhogy szép napot nektek mára. Sziasztok! Cső tiszta!